Az államtitkárságunk egy nagyon-nagyon fontos kampányt hirdetett meg, amelynek a címe Fókuszban a mezőgazdaság, első a munkavégzés biztonsága címmel. A kampányt holnap szakmai konferenciával nyitjuk meg Gödöllőn a Szent István Egyetemen, mely konferencián szakmai előadások lesznek a legveszélyesebb mezőgazdasági tevékenységek bemutatásáról. Aztán a konferencia része lesz az is, hogy ezeknek a veszélyhelyzeteknek a bemutatását hogyan lehet kivédeni. Tájékoztató kiadványok fognak készülni a következő időszakban, nyomtatott formában és elektronikus formában. Ezek közérthető nyelven fogják tartalmazni mindazokat az információkat, amely a munkavédelem szempontjából mind munkaadó számára, mind a munkavállalók számára nagyon-nagyon fontos. Természetesen mindennek, minden egyes tevékenységnek, főként a munkavédelem területén a felvilágosítással, az információ átadással kell kezdődnie, de miután ezek az információk átmentek, fókuszálunk arra, hogy minél több használható információ legyen mind a munkaadók kezében, mind pedig a munkavállalók kezében, éppen azért, hogy megkövetelhessék azokat a munkavédelmi feladatokat, eljárásokat, eszközöket, amelyek az ő munkahelyüket és munkájukat teszik biztonságosabbá. Ha ezek az információk megvannak mindkét oldalon, akkor a harmadik, ami megy egyébként most is, a harmadik ága ennek a munkavédelemnek az ellenőrzés hatékonyságát és annak a gyakoriságát is következő időszakban jelentős mértékben be akarjuk sűríteni. Éppen azért, hogy majd a 2017-es és a 2018-as statisztikák lényegesen jobb mutatókkal rendelkezzenek a mezőgazdaságban is.